Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy teljesen új Minecraft kalandpálya végigjátszással. Ezúttal a Santa's Quest nevezetű pályát hoztam el nektek, ami a Minecraft Bedrock Editionben megvásárolható a Minecraft Store-ból, és hogyha a gombot megnyomom, akkor el is kezdődik a kis kalandunk. Ez már most nagyon minőségűnek tűnik. És már is hahotázott nekünk egyet a télapó. Welcome to Santa's Quest! Na hát nagyon kíváncsi leszek rá. Oké, válaszolnunk kell az ajtóra, és van ott egy ilyen Sims kristály. Mindjárt megnézzük, gondolom az jelzi azt, hogy merre kell haladnom. Megnézem azért, mik vannak itt. Needle thread. Meg kell majd varnom valamit? Nem vagyok jó a varrásban, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy nem kell varnom semmit se. Jó, még gyorsan, mielőtt a videót teljesen elkezdeném, szeretném arra is felhívni a figyelmeteket, hogy a mai nap délután 1 órától fogok streamelni Facebookon, és szintén egy Minecraft kalandpályát fogunk végigjátszani, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok oda is, az is egy karácsonyi kalandpálya lesz. Valószínűleg majd össze fogom vágni videóba is, úgyhogy majd itt a főcsatornán is láthatjátok a megvágott streamet, viszont ha van kedvetek nézni, akkor mindenféleképpen csatlakozzatok majd, és van itt egy ilyen kis fürdőszobám is, jó? Tényleg, nézzük meg akkor, hogy mit akarnak. Kövessük itt a Sims jeleket, és ebben a ládában nem volt semmi. Úgy látszik, hogy innen már kilopták a manuk. És ez az én szobám, oké, jelzi, az az én szobám. Hogyha esetleg nem tudnám. De egyébként ez tök jó, hogy egyből jelzi ilyen kis jelekkel, hogy merre van az ajtó, amire válaszolnunk kell. Na jó napot, kikopogott? Aha, kaptam egy levelet. Nézzük, hogy vajon ki küldhette. Télapó küldte nekünk. Milyen szép kis piros borítékba adta föl. Azt az utat kell követnem, ahol a zöld lámpák vannak, az pedig el fog minket vezetni a vasútállomáshoz. És mit írt nekünk a télapó? Oké, itt is van a kis levél. Üdvözöllek, kedves barátom! Szeretnék neked nagyon boldog karácsonyt kívánni. Szükségem van a segítségedre. Valaki ellopta a karácsony varázsát, és egyszerűen így nem tudunk ajándékokat készíteni. El kell jönnöd ide, a Mikulás falujába, hogy megmentsd a karácsonyt. Ahhoz, hogy eljuthass a télapónak a falujába, először is vásárolnod kell egy jegyet a vasútállomáson. Kérlek, siess, nagyon számítunk rád! Utóirat, figyelj a Yetire. Mindig bajt okoz. Yeti is lesz? Oké. Hát erre nem számítottam. Még jó, hogy pont a házamtól kezdődnek ezek a zöld lámpák. Tiszta véletlen, de hogyha esetleg nagyon béna lennék, akkor itt van egy térkép is, ami egyből a házamtól elvezet a vasútállomásig. Bárki más, aki itt lakik, láthatja, hogy az az én otthonom. Úgyhogy ez most már nem titok, megtudtátok, hol lakok. Oh my god. Na jó, akkor erre. Nézzük is akkor, hogy mit tudhat ez a vasútállomás. Ott is van egyébként mindenhova ki van térképezve, hogyha véletlenül tényleg nagyon-nagyon béna lennék. Erre fel lehet ülni? Ez az. Hát ezzel sokkal gyorsabban oda tudok menni. Oké, a bal oldalon fogom megtalálni a jegyvásárlós bódét, úgyhogy akkor gyorsan be is jövök ide. Aha, szerintem oda kell akkor bemennünk. Ott is áll egy emberke. Egyedül vagy ilyen későn? Egyedül dolgozol, nem veszélyes ez? Na, itt is van a jegyárus. A Mikuláshoz vezető vonat csak Mikulás koinokat fogad el. Először is 3-at össze kell ebből gyűjtened, mégpedig úgy, hogy jó tetteket teszel a városban. Menj fel az emeletre és keresd meg a térképet, a mögött pedig majd rá tudsz kattintani egy gombra, ami segítséget ad neked, hogy hol tudsz ilyeneket szerezni. Na jó, akkor gondolom ide kell jönnünk, és először is karácsonyi jó tetteket kell tennünk. Igen, ugye ezzel fogok Santa coinokat szerezni, tehát télapó érméket. Nézzük akkor az elsőt. Oké, szóval az első feladatunk az, hogy segítsünk Miss Jonesnak azért, hogy a vásárban megnyerje a díjat. Hát, merre van a vásár? Aha, van ilyen, hogy Shooting Gallery. Szerintem oda kellene akkor először is eljutnunk. Szóval, menjünk akkor a Shooting Gallerybe, ami, hogyha minden igaz, egy jégpálya mellett lesz. Gondolom, akkor majd célba kell lőni, és azzal fogjuk megnyerni neki a díjat. Viszont én ezzel fogok menni, mert ez annyira király. Most ez egy teljesen másik, de engem ez nem zavar. Itt lesz szerintem a főtéren, hát a vásárokat általában ott szokás tartani. Úgyhogy remélhetőleg hamar meg is fogjuk találni. És... aha! Itt van a korcsolya pálya. Mennyi ember lett itt hirtelen? Hölgyem, szerintem magának szüksége lenne egy icipici olvásra. Elég itt táskásak a szemei az asszonynak. Itt pedig van egy nagyon szép szakállas úriember, aki jóval magasabb nálam, úgyhogy egy kicsit félek is tőle. Itt pedig egy dagadt kisfiú, ilyen pörgős sapkával, és még hamburger is van a pólóján. Nagyon-nagyon szép. Itt van egy kislány is, ilyen tipik kislány, cofos.
Ezek a karakterek egyébként tökre úgy néznek ki, mint a 60 Seconds nevű játékban, ugye a családnak a tagjai. Na ez itt a vásár. Remélhetőleg ez lesz a vásár. Nekem egyébként nagyon úgy tűnik, de nem tudom ide, hogy fogok bejutni, mert itt végigkerítés van. Mondjuk itt talán be tudok ugrani. Aha, itt be is tudtam ugrani. Jó, hogy ott el tudtam volna jönni. Na jó napot, itt a Shooting Gallery. Te vagy Miss Jones? Tudnál nekem segíteni? A kisfiam nagyon-nagyon szeretné azt a játékautót karácsonyra, de az összes boltban elfogyott. Az egyetlen módja annak, hogy meg tudjam neki szerezni, az az lenne, hogyha megnyernénk ezt a vásárban. Sosem voltam jó a célba lövésben. Kérlek, segíts nekem! Rendben. Na, akkor így tudom elkezdeni, és gondolom, akkor a bohócokat kellene lelőni. Wow! Hát elég parán néznek ki ezek a szörnyek. Aha, és akkor hógolyókat kapok, és azokkal kell őket lelőni. Szerintem az sikerült is. Hát ez nem megy neked, nézd meg! 360 no-scope. Meg is kaptam az ajándékot, és akkor ez most kéne... Figyelj! Kössünk alkut, $1000-ért odaadom. Nem? Jó fej leszek. Ez az igazi karácsonyi jó tett. Mert megkaptam érte a Santa coin-t. Na, szuper. Nagyon szépen köszönöm. Itt van egy télapó coin. Really? Hogy volt nálad ilyen amúgy? Na jó, akkor a következő... Mindjárt nézem, hogy micsoda. Amit itt jelöl, az... Hú, itt most viszont nem látom. Valaki azt mondta, hogy boldog karácsony. Köszönöm szépen, uram. Önnek is. Ó, itt egy munkás ember. Te biztosan az az ember vagy, aki azért jött, hogy megjavítsa a tévé antennámat. Kérlek, mutasd meg nekem a kulcsodat. Hogyha esetleg ilyennel nem rendelkezel, akkor azt úgy tudod megszerezni, hogyha megnyomod a vasútállomáson a hint button-t. Ó, tényleg nem jó neked, hogyha fölmegyek és megjavítom azt a hülye tévét? Komolyan meg kell, hogy nyomjam a gombot előtte. Na jó, akkor viszont vissza kell, hogy menjünk ide a vasútállomásra. Jó, akkor jöjjön a kettes? Vajon a kettes lesz a TV antenna? Igen, a kettes az. Jó, vidd el ezt a kulcsot a TV állomáshoz. És akkor fel kell helyeznünk majd ugye az antennát a tetőre. Hát hihetetlen, sohasem gondoltam volna, hogy egyszer Minecraftban TV-t fogok szerelni. Na, itt van a kulcs, tessék. Oké, kinyitotta nekünk az ajtót, úgyhogy most már föl tudunk menni a tetőre. Hihetetlen, hogy nem hitt nekem eddig. Jó, mondjuk fő a biztonság, nem azt mondom, hogy nem. Ki is van jelölve, erre van fönt a tető. Hogyha esetleg hülye lennék és valahol az alagsorba keresném. Jó, mondjuk itt lehet eltévedtem volna. És még följebb. Van itt... Mekkora ez a ház? Te jó ég. Oké, szóval most vasrácsokat kell ragnom a sárga blokkokra. Utána pedig meg kell nyomnom azt a gombot, ami ugye a tábla fölött van. Miután megvan az összes jel, végre lesz tévé adás. Ó, 40 darabot is kaptam. Ezt is meg kell nyomni? Aha, ezeket is akkor úgy látszik meg kell nyomogatni. Mindenkinek lesz tévé, ne aggódjatok, nem fogtok lemaradni Kevinről. Mindenki láthatja majd a reszkesetek betörőket karácsonykor. És itt hátul is van esetleg, amit... Nem, itt hátul már nincsen. Hát ez egyszerű volt. Jó. Ez az, valami jót tettünk. Meg is kaptuk a télapó érmét, mondjuk nem tudom kitől, mert nem volt itt senki, és itt be tudok törni másokhoz? Hát ezek a szobák úgy látszik nincsenek berendezve. Pedig azt hittem, hogy végre nézhetek szépen berendezett szobákat. Egyébként amennyire szép modellekkel indult ez a pálya, most annyira lustára vették például ennek a háznak a dizájnját, ami egy kicsit elszomorít, de remélhetően majd a télapónak a faluja az nagyon szépen ki lesz díszítve. Úgy látszik, belső építészetben itt a pályakészítők annyira nem voltak a csúcson. Jó, errefelé van a vonatállomás. Hűha! Csak el ne tévedjek, de szerintem errefelé kellett jönni, igen, és majd itt kell jobbra kanyarodni. Tudjátok, ha már ismertek, nem vagyok annyira jó a tájékozódásban. Egyébként érdekes, hogy a hógolyókat megtarthattam. Lehet, hogy nem tudom, hogy mire kellenek ezek a nidulak. Lehet, hogy ezzel lehet majd megjavítani a játékot. Azt az eltörött játékot, mondjuk ha eltörött, akkor valószínűleg nem megvarni kell. De mindjárt megnézzük, szóval a harmadik. Segíteni kell egy kislánynak, akinek elszakadt a Teddy macia. És az iskolai karácsonyfa alatt fogom megtalálni. Oké, és miért van karácsonykor az iskolánál, azt mondjuk nem értem. De nagyon sajnálom egyébként. Sőt, az anyukája nem tudja neki megvarni. Na jó, nem is akarok belegondolni, hogy
mi történhetett. Itt van egy hatalmas nagy karácsonyfa, de ez nem tudom, hogy az iskolának a karácsonyfája-e. Kislány? Van itt kislány, akinek esetleg van macia? Hát itt nem igazából látok kislányokat. Itt van egy kislány, de neked van macid? Nem. Vannak ilyen egészen pici karácsonyfák is, de gondolom egy nagyobb alatt kellene majd keresni a lányt. Nézem. Hát egy ilyen elalakú épületnél kellene. Ó, szerintem meg is van, nézzétek csak. Aha, itt lesz a Teddy Maci. Ú, nagyobb a medve, mint a kislány. Jaj, ne sírj. Jaj, az összes barátom gyönyörű szép játékot kapott, én pedig csak ezt a kis szakadt kis medvét. Annyira szeretném, hogyha az én játékom is csodálatos lenne. Mivel találtam tűket, ezért most meg tudom varni Jessie-nek a maciját. Kélek, ne sír, Jessie, megpróbálom megjavítani a mackódat. Igen, és itt írja, hogyha esetleg nem tudnám, vagy nem szedtem volna föl, akkor ugye a házamban találhatok tűt és cérnát. Na tessék, kész is van. Csodás lett? Remélem tetszik, kislány. A szembolyóid egyébként kiállnak a testedből, ami eléggé para. Nem? Még most se jó neked? Hát úgy megvartam ezt a mackót, hogy ennél szebbet nem is találhatnál. Ezért most nem kaptam még karácsony jó tettet, azért, mert még valami vízre is szükségem lenne. Várjál csak, ez az én házam? Ú, még szerencs, hogy akkor egyből itt volt a kislány. Oké. Szóval akkor a konyhában kellene keresnem vizet. Ez a konyha? Mindjárt megnézzük. Hát ide nem volt kiírva semmi. Itt esetleg. Bathroom. My room. Aha, itt a konyha. Ez biztosan az lesz. És akkor innen kellene vödröt szereznem, illetve belevizet. És le kell mosni, ja, hogy le kell mosni Jessie-nek a maciát. Ó, oké. Gyere, Jessie, segítek a macidon, leöntjük vízzel, és meg fog fagyni. Pupi-dupi. Pupi-dupi, azt mondja, nagyon szép lett. Nagyon szépen köszönöm, végre most már van egy csodálatos játékom, és mindent megtettem azért, hogy végre megvásárolhassam a télapóhoz, ugye, a vonatjegyemet. Úgyhogy remélhetőleg most már akkor elindulhatok, mert nagyon-nagyon szeretnék végre eljutni és megmenteni a karácsonyt. Bár szerintem egyébként pont ezzel mentettem meg a karácsonyt, az ilyen apró dolgokkal, hogy segítettem a városiaknak. Jó uram, hoztam 3 télapó golyót, vagyis érmét, úgyhogy szeretném, hogyha ezt beválthatnám egy vonatjegyre. Oké, és itt is van a szép karácsonyfás jegyünk. És most megint megjelentek a Sims kristályok, ez az. Itt lesz a vonat? Jó uram, itt van a gyönyörű szép karácsonyfás jegyem. Jegyeket, bérleteket? Tessék, itt van. Jöjj, oda kell neki dobni. Oké, egy percen belül meg is érkezik a vonat. Számolok. 60. 59. Ja nem, azt írja, hogy bármelyik percen megérkezhet. Itt is vagyok. Hát ez még gyorsabb is volt. Wow, de jól néz ki ez a vonat. Na ez nagyon menő. Oh, mekkora cukorkák. Hát meg is kívántam. Oké, megérkezett a vonat, kérem foglaljon helyet. Oké, egy minecartot tudok használni, hogyha esetleg bármi történne a vonattal. Jaj, hogy tudok ide jönni, uram? Szeretnék beszállni a vonatba? Nem tudok. Jó, hát akkor minecartozunk. Pedig a vonattal szerettem volna jaj, nem erre. Nem erre. Várjunk, ne. Na most ilyenkor mi van? Minecart, ne menj el. Ó, jaj. Na, megpróbálok visszaszállni a vonatra. Remélhetőleg az még nem ment el. Ilyen kellemetlen szituációba se kerültem még soha. Nagyon remélem, hogy lesz még itt minecart. Na, itt a vonat. Jó, sikerült beülnöm. Király. Ez most akkor... Jó, most én vezetem a vonatot? Na azért ez sokkal menőbb. Örülök is, hogy elment az a minecart. De hangulatos. Legyen szép utad. Elindult a vonat? Hát ez már a sivatag. Jaj. Hát nem is gondoltam, hogy a Mikulásnak a faluja közel lesz egy sivatakhoz. Azt hittem, hogy ez egy nagyon havas helyen lesz. Finnországban. De úgy látszik nem. Hogy nézek ki egyébként?
Jaj, imádom. Annyira hülye karaktert sikerült megalkotnom. Főleg, hogy most játszok ugye a Minecraft Earth-szel, és ott is mindig ez a karakter fogad. Csodás. De úgy voltam bele, hogyha már létrehoztam, és ez is ilyen kis karácsonyi skinbe van. Sőt, azt hiszem, hogy ugyanolyan kis szarvasok gancsai vannak, mint most nekem. Akkor már csak ezt használom. Egyébként most hátrafelé megyünk a vonattal, de ez minket annyira nem zavar. Remélhetően meg is fordulunk. Na itt már egy ütköző van, úgyhogy szerintem mindjárt meg is érkezünk. Oké, nézzük meg, hogy mi történt. Na, hogy valamiért megállt. Azt hittem ez egy ütköző. Valaki megpróbálta megakadályozni azt, hogy eljussunk ide, és hegyomlást, hóomlást okozott. Ez a csávó segít nekünk eltakarítani innen a havat, nekem pedig ki kell találnom, hogy ki lehetett az, aki nem akarta, hogy eljussunk a télapó falujába. Van egy olyan érzés, hogy most fogunk találkozni a Yetivel. Wow! Igen, ez a Yeti lesz, ott van. Kezd átmenni horror pályába ez az egész. Jó napot, Yeti, ön miért nem akarta, hogy eljussak a télapóhoz? Hallotta, hogy megmentem a karács? Ez lesz a Yetinek a barlangja. Oké, vigyázni kell ezekkel a jégcsapokkal, hogy leesnek. A Yetinél még gyémánt is van. De még mennyi gyémánt van nála? Cukorka? Nem is gondoltam volna, hogy a Yeti cukorkát tart magánál. Ezzel meg lehet dobálni. Jó, oké, akkor ezt nem dobáljuk el. Nem szeretném, hogyha esetleg valami baj történne. Gondolom ez egyébként... Jaj! Rám esett itt közben. És ezekkel mit tudom? Meg tudom ölni a cukorkákat. Jaj! Hol van a Yeti? Ja, értem! Szóval arra kell a cukorka, hogy elcsaljam a Yetit egy olyan helyre, ahol engem nem tud követni. Tiszta Jancsi és Juliska. Okés. Mármint, hogy ott nyilván nem azért volt a cukorka, hogy elcsalják, hanem azért, hogy hazataláljanak, de hasonló a sztori. Jó, menjünk akkor a sinek felé. És itt vannak még sinek. Ami egyébként üllő. Oké, ezeket ellopták. Ne! Yeti, ne bánts! Vissza kell vinni! És akkor el kell csalni valamerre a Yetit. Yeti! Ezeket tőled loptam, amúgy most tök hülyeséget csinálok, mert ezzel engem fogsz követni, de... Megpróbálom akkor elcsalni a Yetit. Mondjuk erre felé. Hát akkor sikerült végül is elmenekülnöm. De hogyha esetleg valahogy onnan ki tudná magát ásni, akkor a cukorkákat fogja követni. Jó uram, meghoztam a sineket, amiket elloptak! A Yeti volt az, láttam a két szememmel. Igen, sikerült megszereznem a elveszett darabokat. Addig ő eltakarította a havat. És akkor most már végre mehetünk. És eljuthatunk a télapóhoz. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Szép munka! Most, hogy visszaállítottam a sineket, és eltakarítottuk a havat, végre tudjuk folytatni az utunkat a télapó falujába. Ülj fel szépen a vonatra, és akkor tovább is állunk. Na, menjünk tovább! Nem jön a masinista? Nem baj. Akkor megyünk egyedül. Remélhetőleg nem fogunk meghalni. A cukorkákat pedig akkor megtartom. Hát, ha esetleg majd a télapónál hasznosítani tudom. Lehet még fogunk találkozni a Yetivel, ki tudja. És szerintem meg is érkeztünk a télapónak a falujába. Ez már valószínűleg az lesz, mert itt rendesen épített úttorlasz van. Én ki is szállok, és akkor megnézzük, hogy hol vagyunk. Ha itt tudok fölmászni. Jaj, csak el ne üssön a vonat. Az nem lenne kellemes. Matrica lennék. Jó, meg kell keresnem a télapónak a házát. Nézzük meg, hogy hol lehet. Elméletek itt is van egy kitáblázott térkép. És itt vagyok most a Railway Station-on. Van egy nagy közösségi karácsonyfa. Van az elfeknek a háza. Van ugye egy gyár. Illetve egyből, hogyha keresztül megyünk a karácsonyfa után, egy tavon keresztül ott lesz a télapónak a háza. Wow! Hiába néznek ki finomnak. Csúnyák és robbannak. Tényleg robbannak? Wow, tényleg robbannak. Oké.
Akkor valószínűleg ezért nem sikerült idén ugye az ajándékokat elkészíteni. Jaj, Léci, ne legyél ilyen mérges! Ahogy érkezünk a télapóházához, egyre több ilyen bumkival találkozunk. Azért ez elég para. Wow, mennyi van! Oké, van még itt? Itt van még! Van még! Gyertek! So mad! Én is nagyon mérges leszek. Jó napot, télapó! Ó, azt hittem nincsen felöltöző, egy kicsit megijedtem. Milyen kis izéje van? Mackós mamusza. Sürgőségi helyzet állt elő. A gonosz bumkik kiszöktek, és teljesen elárasztották ezt a helyet. Segíts kérlek az elfeknek a gyárnál. A gyár az az épület lesz, ahol azt a hatalmas nagy füstöt látod. Hű, ez nagyon nem hangzik jól. Oké, hát segítünk akkor. Ezzel a hatalmas egy candy cane-nel mindenkit szétverünk. Jaj! Oké, hol van az a füstös épület? Elméletileg, hogyha jól emlékszem, akkor arra felé lesz a gyár. Igen, az ott határozottan egy gyárépületnek néz ki. És most akkor gyalog megyek, mert szerintem így sokkal könnyebb lesz megküzdeni ezekkel a bumkikkal. De hisztisek? Nem kaptatok tejecskét? Mondjuk valószínűleg nekik a tejecske annyira nem lenne jó, mert el is áznának benne. Ó, oké. Azt mondja, nem hiszem el. Mit nem hisztek? Wow! Amúgy ezek kemények. De azért ezekkel érdemes vigyázni. Na menjünk akkor a gyárhoz. Az ott egy hatalmas nagy hógömb. Na erről beszélek egyébként, hogy nagyon szépen meg tudják építeni ezeket a területeket. De a belső építészetben annyira nem jeleskedtek. Most itt a pályakészítők. Na hello elfek! Ó, akkor olyan füst. Jó, oké, már megijedtem. Keep distance, oké, tartsunk távolságot. Először is olvassuk el figyelmesen a könyvet, hogy biztosan betartsuk ugye a gyári előírásokat. Oké, megnézték a szalagsort, mindent rendben találtak, minden jól működik, és azt az utasítást kapták a télapótól, hogy most már elkezdhetik az ajándékok gyártását. Ez volt ugye 12-15-én. 12-19-én valahogy eltűnt a karácsonyi mágia. Úgyhogy ezért le kellett állítani ugye az ajándékok gyártását, és elkezdték nyomozni, hogy vajon mi állhat e mögött. 12-20-án rájöttek az elf munkások arra, hogy kiszöktek a bumkik a raktárépületből, és tele voltak karácsonyi mágiával. Vajon lehet, hogy a Yeti is közre játszott ebben? 12-21-én találtak egy alagutat a bumkik táborból, vegyünk magunkhoz egy kis fegyvert, és utána pedig szerezzük vissza a karácsonyi mágiát a bumkiktól. Oké, szóval össze kell gyűjtenem 3 darab karácsony mágiát, azt ide el kell hoznom, és hogyha megnyomom a gombot, akkor újból működni fog a szalagsor. Itt van még fegyver, firecracker, ez azonnali sebzés fog nekünk adni. Akkor azért ezeket elhozzuk, ez azért elég jól hangzik. És akkor a bumkiknak a táborát kellene gondolom megtalálni, itt van az emergency exit. Tehát itt van a vészkijárat. És akkor elméletileg erre fele lesz egy alagút. Danger zone! Itt mi van? Trash can! Ide dobják ki a rosszul elkészített ajándékokat? Au! Oké, itt vigyázni kell. Meg kell várni, amíg leesnek a jégcsapok. Egyébként ezek a jégcsapok nagyon jóra sikeredtek. Nekem határozottan tetszenek. Ők jó sokat leraktak belőlük. Jaj! Majdnem bajba kerültem. Oké. Nagyon mérges, mézes kalács emberekkel fog találkozni. Meg kell küzdenem a bumkikkal ahhoz, hogy visszakapjam a karácsonyi mágiát. 3 darabra lesz szükségem, utána pedig vissza kell mennem a gyárba. Na gyertek! Megküzdök veletek! Nem hiszik el! Zseniális! Milyen epic zene indult! Gyere! Amúgy elég para. Itt van a karácsonyi mágia. Jó, megvan mind a 3. Christmas Magic, megvan mind a 3. Sziasztok, bumkik. Megszereztem azt, amire szükségem volt. És ezzel nem tudtak elbánni. Télapóék, really? Tényleg, emiatt állt meg a játékgyártás? 5 darab izé miatt, bumki miatt? Hát ezek az elfek nem túlzottan ügyesek akkor, hogyha
nem segítettek neki, vagy csak nem akartak dolgozni. Ez is egy eshetőség. Hú, ezt el is lehetett volna dobni. Hogy ezt csak most veszem észre. Hát akkor ezt lehet így kellett volna végig használni. Na mindegy. Menjünk akkor vissza ide a gyárba, és akkor vegyük a kezünkbe ezt a három darab karácsonyi mágiát. Oké, oda kell mennem a szalagsorhoz, és bele kell raknom a dobozba. Utána pedig akkor meg kell nyomnom a gombot. Le is számolta szépen. És... már megy is a cukorka végig. Oké, újban működik a szalagsor, menjünk vissza a télapóhoz, és mondjuk el neki. Remélhetőleg örülni fog ennek a hírnek. Ó, még énekelnek is, de aranyosak. Nagyon cukikra sikerültek ezek az elfek. És hát, ahogy látom, még mindig itt vannak ezek a bumkik. Szóval annyira azért nem sikerült tőlük megszabadulni. De ezt a firecrackert azért csak kipróbálnám. TNT az arcotokba... nem. Ah, ezt akkor nem lehet olyan távolra eldobni. Gyere, gyere! Gyere, bumki! Ez az, úgy! Jól meghaltak. Ú, ezzel nagyon egyszerűen le tudtam volna amúgy győzni őket. Ezt is kipróbáljuk még. Wow! Ja, ez trident lesz. Ó. Akkor ezért tudtam vele egyszerre harcolni is, meg eldobni. Ez menő. Ilyen trident reskint még nem láttam. De nagyon jó pofára sikeredett. Na, és akkor vissza is értünk a télapóhoz. Jaj! Ez fel is robbant. Úgyhogy akkor mondjuk el neki a jó hírt, hogy újból működnek azok a szalagsorok. Hova lett a télapó? Ó, oda be is állt, oké. Szia télapó! Van ám itt még egy probléma. Amíg távol voltál a gyárban, az egyik rénszarvasom elfutott. Az ajándékok segítenek majd megtalálni őt. Úgyhogy kérlek, menj ki az ajtón itt mögöttem. Tényleg ennyire nem voltál képes, hogy figyelj rájuk? Az év 365 napjában nem szaladnak el ezek a rénszarvasok, de most? És ezek lesznek gondolom az ajándékok. De jó! Nem is láttam még soha, hogy valaki terrakottát ajándékként használt volna, de nagyon ötletes. Tényleg egyébként úgy néznek ki, mintha ajándékok lennének. Na gyere, Rudolf! Elkenem a szádat. Milyen ijesztő hely. És nagyon büdös szőrszaktól bűzlik. Szerbusz! Jaj! Elszaladt, és bement ebbe a karámba. Oké, megtaláltuk. Szükségem lenne egy leadre. Ahhoz, hogy vissza tudjam vinni. De itt van! Jaj, ne! A Yeti! Azt hitted, hogy el tudsz előlem futni? Most itt maradsz örökre! Szereznem kell egy pickaxe-et. Oké. Remélhetőleg segít majd nekem akkor Rudolf megtalálni. Gyere, rénszarvas! Gondolom itt... jaj, te itt nem fogsz szerintem beférni, úgyhogy inkább nem hozlak magammal, mert aztán még megfulladsz a falba. Hát, ki gondolta volna, hogy itt lesz a csákány? És akkor ezzel szét tudom törni a köveket. Ugye, mivel kalandmódban vagyok, az nem lett volna megoldás, hogy kézzel szétütöm. Szóval mindenféleképpen meg kellett, hogy keressem őket. De egyébként ez nagyon-nagyon jól néz ki. Ó, oké, el is tört a csákányom. Na gyere, Rudi! Elviszlek a gazdádhoz. Azt mondta, hogy elszaladtál, rossz fiú voltál. Remélhetőleg te is majd részt vehetsz a nagy karácsonyi vacsorán. De megkívántam a halászlevet. Ti egyébként szeretitek a halászlevet? Streamekben ezt szoktuk kérdezni, és mindig annyira megosztó. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy mindenféleképpen írjátok meg ezt nekem kommentben. Vagy egy jó kis rénszarvas húsit, sült rénszarvast is ehetnénk. Na gyere! Ez az egy szarvasa van a télapónak? Oké, akkor most vissza kell menni a télapóhoz. Hát ez elég ciki. Hol van a többi? Úgy tudtam, 7 darab is van. Hallottam egy kis zajt a szántól, ami azt jelenti, hogy visszakerült a rénszarvas a helyére. Nagyon szépen köszönöm. De közben történt még egy dolog, ami miatt aggódnunk kell. Van itt bármi, ami jól működik? Nem találom a karácsonyi öltözékemet. Biztos vagyok benne, hogy a szobámba hagytam a második emeleten. De egyszerűen most sehol sincsen. Esetleg segíteni a megkeresni? Télanyó mire van? Úgy tudtam, Télanyó felelős az ilyen dolgokért. Vagy most akkor én lettem? Na szóval ez itt a télapónak a szobája. Tudja amúgy, hogy itt lesz. Ah, itt van a gardrobja. És van itt egy iránytű. Ó.
Oké, vannak itt icipici lábnyomok. Valaki ellopta a télapónak a ruháját, a tovaly pedig az erkélyen keresztül ment ki. Biztosan nem tud arról, hogy a télapó ruhája viszont egy mágikus iránytűvel van ellátva. Úgyhogy ezzel meg fogom találni. Aha, erre felé ment akkor. Ez is egyébként tök jó pofa kis feladat. Magamhoz veszem azért ezt a tridentet? Hát, ha harcolnunk kell. Egyébként megint egy ilyen bumkit hallok. Úgyhogy valószínűleg egy ilyen kis mézes kalács emberke lophatta el a télapónak a ruháját. De remélhetőleg, hogyha az meg lesz, akkor onnantól kezdve már újból tudjuk ünnepelni a karácsonyt. Viszont itt jó nehéz lesz közlekednem, mert nem tudom kiütni ugye a faleveleket. De ki tudom ütni a faleveleket? Akkor viszont velem nem szúrsz ki. A ház mögött kellene elmenni. Föl a tetőre. Úgyhogy valahogy jól lenne ide bejutnunk. Azt figyeld, átugrom a kerítést. Vagány gyerek vagyok. Ide be. Na jó, ez meglepett. Hogy fog ide feljönni? 3 percem van arra, hogy kiussak ebből a csapdából? Na ne viccelj. Ó, Parker, ne! Hát 3 perc, az nem biztos, hogy elég lesz. Most az életemért küzdök. Srácok. Ez mit csinál ez a kar? Csinál ez bármit is? Ó, oké, megjelent itt egy gomb. Megjelent akkor itt most egy létra. És meg kell nyomni ezeket a gombokat. 1, 2, 3, 4. És az 5-et is meg tudtam nyomni. Úgyhogy remélhetőleg így most már el tudok oda is menni. Gondolom azt a kart is meg kellett húznom. Úgyhogy jó, oké, sikerült. Ez azért nem sokon múlott. 5, 2, 4, 13. Akkor így kell megnyomni, hogy 5, 2, 4, 13. 5, 2, 4, 13. Oké, és 5, 2, 4, 13. Ah, és akkor itt most megjelentek a blokkok. Egyébként ez tök jó pofa kis Parker. Tehát én nem tudok ugrabugrálni, de ez még nekem is tetszik. És kijutottam. Hú, sikerült 3 perc alatt? Mértitek az időt? Milyen kis gonosz. És ezt újba megnyitom, akkor megint leomlik, nem? Nem a Yetinek dolgozom, esküszöm! Csak szerettem volna kipróbálni, hogy milyen lehet télapónak lenni. Ezért felpróbáltam a ruháját. De ahogy felvettem, egyből koszos lett. Megpróbáltam mindennel kitisztítani. Még meg is mostam. Aztán ki is csavartam. De kérlek, ne mondd el a télapónak. Ki kell vennem a ruhaakasztót a ládából, és el kell, hogy vegyem az elftől a ruhát. Utána pedig vissza tudom akkor vinni. Ugye a télapónak? Na itt a fogas. És akkor rólad kell leszedni? Adod a létszi a ruhát? Nézd meg, nem adja oda. Akkor lehet, hogy valahova ide máshol rakta? Jól értem, hogy karácsonyi idő van. De miért állítottál nekem csapdát? Gyanús vagy te nekem? Oké, sikerült róla leszedni. És meg is van a télapó ruhája. Én is fel tudom venni? Most már én is télapó leszek, csak össze ne koszoljam a ruháját. Na jó, még a végén meglátja, hogy rajtam van a ruhája, aztán mérges lesz, úgyhogy inkább azt mondom, hogy vigyük neki vissza. Bár amennyi mindent csináltam neki, ezek után abszolút nem kellene mérgesnek lennie. És most amúgy rá kell raknom a hengőre, vagy nem? De valószínűleg nem kell rárakni, mert ennyi ruhadarabot nem is lehetne rárakni. Na jó napot, télapó! Wow! Oké. Okay. Ez elég veszélyes volt. Meghoztam a ruháidat. Szerintem csak egy pulcsira lett volna szükséged, vagy kabátra. Mi történt a ruhámmal? Miért ennyire kicsi? Ezt már nem is tudom használni. Egyszerűen ez nem az én méretem. Azt hiszem, hogy itt az idő, hogy kinevezzelek téged a karácsony megmentőjének. Neked kell kézbesítened az ajándékokat helyettem. Kérlek, vedd fel a ruhámat. Utána pedig elmondom neked, hogy mit is kell csinálnod. Kérlek, gyere egy kicsit közelebb az ajándékokhoz. Utána pedig üsd meg a kezeddel, hogy föl tudd őket venni. Hát akkor magamra kell vennem a ruhát. Igen, valószínűleg a mosásba ugye összemeltett a ruha. És akkor, ha rákattintok, akkor el is tudom vinni az ajándékokat? Hát mennyit kell ebből vinnem? Jó, most pedig ragd az ajándékokat a karácsonyfa alá mögöttem. Annyira közel ragd őket, amennyire csak lehet. Fantasztikus, most már tudod, hogy hogyan lehet ajándékokat kézbesíteni. Vegyél föl néhányat a karácsonyfa alól, és ragd be a számba. Oké, ezeket az ajándékokat kell fölvennem? Szerintem nem. Valószínűleg nem ezeket kell. Úgyhogy akkor még néhányat magamhoz veszek. Szerintem ennyi elég kell, hogy legyen. 5 darab.
Eddig mindig hármat kellett kézbesíteni mindenből, úgyhogy gondolom három lesz itt is. És akkor ezeket kell beraknom ide? Hogyan? Szép munka! Most már ki tudod venni az ajándékokat a szánból is. Csak a kezeddel kell megütnöd. Foglalj helyet a szánon, utána pedig kézbesítsd az ajándékokat a gyerekeknek. Sok szerencsét kívánok és boldog karácsonyt! Ülj fel a szára, és repülj abba az irányba, amit éppen az iránytű mutat neked. Ez pedig a gyerekeknek a házait fogja megmutatni. Ahhoz, hogy kézbesítsd az ajándékokat, ahhoz, hogy az ajándékokat kézbesíteni tud, a tetőkön kell majd landolnod, amik zöld nyilakkal vannak jelezve. És természetesen, ugye majd a kéményen keresztül tudok majd bejutni ezekbe a házakba. Az ajándékokat a karácsonyfa alá kell helyeznem, és három ilyen házba kell eljutnom. Összesen három gyerek kap idén ajándékot karácsonykor? Hű, de rossz volt mindenki. Oké, és hogy fogok ezzel repülni? Nem is kell repülnöm? Vagy már repülök? Nézzük csak meg! Repülök! Hát, ilyen hülyén sem néztem ki még soha. Na jó, menjünk akkor a gyerekekhez. Adjuk át nekik ezeket az ajándékokat. Jaj, ne! Jó, leszáll. Köszönöm szépen, Rudolf. Lejjebb jön? Ide már föl tudok szállni. Ajjaj. Ez így nem lesz jó. Gyere, Rudi! Gyere ide! Kérlek! Hogy fogod oda feljutni? Nem hiszem, hogy ilyen szerencsétlenül sikerült pont földet élnem. Tok. Ah, oké. Okay. Itt talán föl tudok mászni hozzá. Még szerencsé, hogy van nálam építőblokk. Lehet pont ezért kellett kijutni. Na, akkor! Mintha mi sem történt volna, menjünk tovább. És akkor most már nem fogom megnyomni a space-t. Ez már a város lesz. Ez vajon mi városunk? Ez a mi városunk. Oké, először is ide kellett akkor megérkeznem. Úgyhogy akkor itt is van a kémény. És akkor most van is nálam még három darab ajándék, remélhetőleg ez jó lesz. Ki az, aki begyújt karácsonykor? Ki az az őrült? Hát nem hisztek a téglapóban? Na. Egy ajándék kézbesítve is lett. Kövessük akkor az iránytűt, hogy megtaláljuk a következő házat. Még szerencsé, hogy a tűz nem sebez. Valószínűleg a téglapó ruhája akkor pont ezért lehet olyan különleges. Mert tűzálló. Oké, most jó úton vagyok. Itt a következő ház, ahol kézbesítenünk kell az ajándékot. Nagyon remélem, hogy itt marad. És akkor még van három ajándékom, szóval elméletileg probléma nélkül tudom kézbesíteni az összes ajándékot. Remélem az egyik majd az enyém lesz. Sikerült a második ajándékot is kézbesíteni, és... itt volt ez a pici kandalló. Egyébként ez tök jó pofa, hogy másfajta kandallót kaptunk. Tehát, hogy nem pont ugyanolyan lett. És akkor van még egy harmadik házikó, ahova el kell vinnünk ajándékokat. Az viszont hol lehet? Mert innen nem igazából látok zöld nyíllal ellátott házikót, vagy tetőt. Lehet, hogy tényleg az én házam lesz. Az lesz benne a plot twist? Magamat kell megajándékoznom? Jó, nyilván nem, mert a télapó állította össze a csomagokat, de... hát kíváncsi vagyok, hogy hova kell elvinnünk. Hol van a harmadik ház? Ah, itt van, oké. Okay. Ezt aztán jól eldugták. Jó, hogy begyorsult? Földet ér, és úgy begyorsul, hogy... wow! Na, Rudolf, ide. Úgy. Au, jól kitörtem a bokámat, de itt is be tudok jutni szerencsére. Úgyhogy akkor kézbesítsük a maradék ajándékot is. És... sikerült a harmadik ajándékot is kézbesítenünk. Úgyhogy... köszönöm szépen, barátom, megmentetted ezt a csodálatos ünnepet. Hála neked, a gyerekek hisznek továbbra is a karácsonyban. És azt mondja, hogy boldog karácsonyt. Micsoda parti van? Kik azok a random télapók ott? Azért ott van még egy kis mézes kalácsemberke. Na, ez hangulatos kis kalandpálya volt.
Úgyhogy ezzel a látképpel szeretnék nektek boldog karácsonyt kívánni így előre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a kalandpálya, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, illetve az i betűre kattintva tudtok még nézni hasonló kalandpályákat, ugyanis több karácsonyi kalandpályával is játszottam, ugye az elmúlt évek alatt. És ne felejtjétek, ahogy mondtam, a mai nap délután 1 órától streamelek, úgyhogy élőben nézhettek egy hasonlóan király kalandpályát, várlak titeket oda is! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Andi voltam, sziasztok!